Tehát amiről csak hallunk, az mindig az, hogy szemkilövető gyurcsány. Nem az erőszakos tüntetőket vitték el, hanem több száz, akár ezer ilyen teljesen ártatlan embereket. Hogy ment a fickó az utcán és fagyizott, és kiverték a fagyit a kezéből és agyonverték. Vagy tologatta valaki a babakocsit és beledobtak egy könnygázgránátot. 2000-en voltak ott, és aznap este és az összes tévében mondta, hogy illegális vetítés lesz. Meg fog bűnhődni, hogy én bántottam a Szent Biszkupírát. Kedves nézőink, porthat ilyen inget egy riporter? Talán ennél is fontosabb kérdéseket fogunk boncolgatni mai videónkban. Skrapski Fruzsina filmrendezővel fogunk beszélgetni. A Fruzsina, valamilyen időrendiséget majd igyekszünk tartani a beszélgetés során, de most egy annyi ugrást mindenképp kell tenni, hogy a jelenlegi munkád az 2006-hoz vezet vissza, de a kettő között rengeteg dolog történt veled, és rengeteg dolgot csináltál. Mit tartasz ezek közül a legfontosabbnak? Hát igen, ugye én a Mandinernél blogoltam, és akkor így nagyon beleszerettem ebbe a... Tehát ugye előtte úgy voltunk újságírók, hogy így megmondtuk a tutit, és akkor mindenkinek el kellett fogadni, hogy az a álláspontunk, és amikor ez az egész blogolás beindult, akkor volt az, hogy az olvasó az rögtön visszacsatolást adott, kritikát, akármit, és nekem ez mindig így hihetetlenül tetszett, és ott elkezdtünk ilyen kis filmeket készíteni a Novák Tamással, és az egyik ilyen videóból lett végül is a Biszku film, és azóta készítünk filmeket, egyébként azóta is együtt dolgozunk, vagy hát egy közös műhelyünk van, és akkor mind a ketten készítünk filmeket, de például ebbe a 2006-os filmbe is besegít a Tamás. Tehát volt a Biszku film, és az egy ilyen nagyon nagy áttörés volt, ugye a 56 után volt belügyminiszter, és felelős rengeteg ember haláláért, egyébként olyan fiatal fiúk haláláért is, mint te, mert ugye megvárták, amíg a gyerekek forradalmárok megnőttek és 18 évesek lettek, vagy idősebbek is, akkor végezték ki őket. És ő ugye nem beszélt, mégis sose nyilatkozott a rendszerváltás után, és átvertük, és így jutottunk el hozzá. Erőszakra, rendetlenkedőkre csak erőszakkal lehet hatni és válaszolni. Megkapták a papírt, na, hogy kit, hogy mire kell ítélni. Aha. Ja. És így bánta meg, sajnálta nagyon? Bizony, úristen, mondom, a vágó az úgy sajnált engem, hogy az eltenet, és pláne, meg a ügyésznő. Ezt elmondom. 2 éves volt a kislányom. Csak nem tudom elmondani, ez a baj. 2 éves volt a kislányom, és mikor szünetet rendelt el a vágó, akkor mindjárt jött az ölembe. Jött az ügyésznő. Na, pici csokoládét akart neki adni. Életemben nem fogom elfelejteni. Azt mondja neki a kislány. Nem kő, apukámat ad vissza. Ez egy ilyen nagyon, tehát nagyon népszerű lett a film is, már az első bemutató egy ilyen nagyon nagy esemény volt. 2000-en nézték meg első éjszaka, és elállták az utat, mert illegálisan kellett vetíteni. Hogy meg volt a rendes bemutató, meg volt hirdetve, és akkor odajöttek a lányai, és letiltották. Hát az attól lett egy illegális vetítés, olyan illegális vetítés volt, hogy mondom 2000-en voltak ott, és aznap este és az összes tévében mondta, hogy illegális vetítés lesz, tehát nyilván minden ilyen botrány az jó is, szóval egy ilyen nagyon jó pofa dolog volt, akkor a moziba is vetítették, és a legjobban nézett filmek között volt a játékfilmekkel versenyezve, szóval az egy nagyon népszerű dolog lett, és utána először a Heti Válasznak készítettünk filmeket, aztán elkezdtünk dokumentumfilmeket. Én ugye még az Elhallgatott gyalázat, ami ismertebb, a szovjet katonák nagyon sok magyar nőt megerőszakoltak, és erről szólt. Most a legközelebb hozzám, mivel a legújabb a traumás film,
azt szeretem, meg volt egy Befogadás kitaszít a világ című film, ami meg ilyen nagyon személyes hangvételű volt, arról szólt, hogy mi lehet a élet előtt, meg a halál után, és ez meg azért volt nekem nagyon fontos, mert akkor haltak meg a szüleim, és ez egy ilyen gyászmunka is volt másrésztről, meg nekem nem lehet egy gyerekem, nagyon sokáig lombikkal lett egy, és pont erről szólt, hogy akkor mikor kezdődik az élet. Szóval ez meg egy ilyen nagyon személyes hangvételű film. És még a filmek előtt azt mondtad az előbb, hogy nem is volt, tehát az, úgy írtatok újságot, hogy megmondjuk a tutit. Akkor ez a ma nagyon magasztos, objektív újságírás, ez akkor nem is volt cél egyáltalán, vagy igény se volt? Nem, hanem inkább az, hogy egy sokkal nagyobb hatalom volt. Most is nagy hatalom egy újságíró, de akkor például ez úgy nézett ki, hogy én abszolút kezdő újságíróként például elmentem, mert egy ilyen hatalmas multicégnek a vezetőjéhez interjút készíteni, és akkor így teljesen rettegve ott várt, mert hogy ami akkor így lejön, az a kép lesz ugye arról a cégről. Nyilván most is van egy ilyen, de hogy akkor mi megmondtuk, vagy főleg ezek a véleménycikkek, vagy vezércikkek, érted, megírta a Magyar Nemzet, vagy a Népszabadság a fő vezércikkírója a tutit, és akkor az volt a vélemény, lehet, hogy egymás között az emberek beszélgettek másról, de mivel akkor még nem volt internet, igazából nagyon egy oldalon tudták kommunikálni. Most meg ugye kiírod, és egy perc múlva szólnak, hogy ott egy helyesírás hiba, az hülyesség, egyébként is te tök hülye vagy, és akkor így kell írni. Én ezt nagyon szeretem egyébként, nyilván nem a bunkóságokat, de az, hogy van egy rögtön visszacsatolás, és együtt írjuk gyakorlatilag a cikket az olvasóval, ez szerintem egy nagyon jó dolog. És a filmek kapcsán tapasztaltál valaha ilyen bunkó stílust, megnyilvánulást, kritikákat, éles kritikákat, mert csak arra akarok kitérni, hogy te nagyon egy szociálisan érzékeny szemszögből közelítesz általában a témák. A 2006-ban is főként az áldozatokkal készítesz most interjúkat. Ezt nehéz támadni, de voltak olyan konkrét dolgok, amik így megmaradtak? Tehát ugye a Biszkup Bélánál kaptam egy-két ilyen gyalázkodó üzenetet, hogy meg fogok bűnhődni, hogy én bántottam a Szent Biszkupírát, vagy nem tudom, ilyen néhány öreg komcsi rám írt. Inkább egyébként így a blogolás kapcsán ott nagyon sokat támadtak, de tulajdonképpen így provokáltam is, és akkor nagyon sok ilyen, tehát ilyen lejárató cikk, vagy nem tudom mi is készült róla. Volt egyébként egy kifejezetten a cikk, hogy a fruzsinákról, vagy nem tudom, és akkor az arról szólt, hogy a HVG-ben jelent meg, hogy én ilyen mélyen borzalmas vagyok. Tehát, hogy nyilván sokat támadtak. Amit én egyébként nagyon nem bírtam, és azért költöztem át így blogolás szintjén a Facebookra, hogy ugye a Mandinerben nem volt, hát akkor még egyáltalán nem volt semmilyen moderáció, és amíg az elején, amikor elkezdtünk blogolni, addig ez ilyen iszonyú jó közösség is volt a Mandiner is. Tök jó hozzászólások voltak, és nagyon jól beszélgettek egymással az emberek. Egy idő után az lett, hogy a legalpáribb, legcsúnyább kommenteket kaptam egy perc után, és tudtam, hogy ezt 3-4 ember írja, de hát akkor is azért azt olvasni, hogy ronda vagy, hülye vagy, nem tudom, az nem annyira jó érzés. Úgyhogy ezért én igazából ezért költöztem át a Mandinerről a Facebookra, mert ott az a saját oldalam, és akkor én moderálok. Mert én azt gondolom, hogy a párbeszédet lehetetleníti el sajnos ha nincs ebbe valami gát, hogy bármit lehet írni. De nyilván önmagában az, hogy kritika van, az nem probléma, és aznak örülök is, és nagyon sokan kommentelnek oda mindenféle oldalról, csak ezt a kifejezett ilyen, amikor így bántanak, azt szerintem senki se szereti. És ezek inkább vélemény cikk, tehát egy blogbejegyzés ott, akkor ez nem ugyanígy nem ilyen bemutató leíró történetek voltak, hanem te a saját nézőpontodat írtad le, vagy mikre törekedtél ilyenkor? Hát mindig, ami így érdekelt, arról írtam. Mondjuk ami ilyen nagyon, ami a legjobban haragszanak rám azóta is, hogy volt Heller Ágnes, nem tudom, hogy te tudod, ki volt, egy filozófus nő, és ő azt nyilatkozta, egyébként pont 2006
kapcsán, hogy senkit se kínoztak, meg azt nyilatkozta, hogy itt ilyen fasiszta seregek vonulgatnak föl alá, meg fasiszta a kormány, meg ilyenek. És akkor engem ez egy nyugati tévében, most nem emlékszem pontosan, talán svéd tévében, és akkor én megkérdeztem tőle írásban, hogy miért mond hazugságokat Magyarországról, és hogy nem zavarja el, hogy ez így a Magyarországról kialakult képet befolyásolja. És ő válaszolt is, ez egy ilyen chatben kérdeztem meg, és igazából a lányán keresztül mindegy, de válaszolt, és aztán az ő engedélyével kiraktam ezt a beszélgetést, és az volt, ami, és azóta is egyébként az ilyen vitákban így mindig felemlegetik, hogy én bántottam Heller Ágnest. Én nem bántottam Heller Ágnest, én megkérdeztem, hogy miért mond olyan dolgokat, amit ő nem tart igaznak Magyarországon. De tehát az is igaz, hogy én azért ezekkel a bejegyzésekkel valamilyen szinten mindig is provokáltam, vagy nem tudom, most is provokálok. Nyilván akkor érdekes, amit írsz, hogyha valamennyire új, vagy valami érdekeset írsz, tehát hogyha csak egy ilyen általános véleményt, akkor nem. De mondjuk provokáció az is, hogyha most például, hogyha én megdicsérek egy partizán videót, akkor már oda jönnek a jobbosok, és akkor nem értik, hogy én miért dicsérek meg egy partizán videót. Tehát, hogy így sokféle módon lehet provokálni. És mit gondolsz arról, hogy ahogy gondolom, akkor te olvasod rendszeresen a kommenteket a bejegyzéseid alatt. Megosztó téma 2006, ugye ez is egy ilyen politikai törésvonal, hogy kell erről beszélni, lehet erről beszélni, és ugye egy külön kritikus pont, hogy gyurcsányozni. Most szabad ezzel a filmmel gyurcsányozol? Nem, hát tehát az a lényeg ennek a filmnek, hogy egyrészt én itt voltam, ugye itt a Kossuth téren voltunk, de már előtte én, mint a Mandiner videósa, rengeteg helyre mentünk ilyen tüntetésekre, és itt voltunk aznap este, amikor a beszéd elhangzott, és itt voltam, amikor átsételtünk a tévészékházhoz, és az egészet láttam, meg ott voltam október 23-án, meg ismerőseim voltak áldozatok, és most látom, hogy elkezdtem csinálni, hogy tényleg mennyire fontos ez a film, mert ugye tehát amiről csak hallunk, az mindig az, hogy a szem kilövető Gyurcsány. Kilőtték a szemét. Igen, kilőtték a szemét körülbelül 10-12 embernek, de egyébként tehát tényleg olyan történetek voltak, hogy nem hiszed el. Tehát mindig azt hiszik, hogy ezek ugyanolyan történetek, mint mondjuk Franciaországban vannak, akik itt tényleg ilyen nagyon erőszakos tüntetők, és akkor azok nagyon erőszakosan bánnak velük a rendőrök. De itt az a lényeg, hogy voltak erőszakos tüntetők, tehát ez abszolút nem tagadom, meg hát ugye a tévészékházat be is vették, de utána egyébként többségében nem az erőszakos tüntetőket vitték el, hanem több száz, akár ezer ilyen teljesen ártatlan embereket. Tehát olyan történetünk van, hogy ment a fickó az utcán, és fagyizott, és kiverték a fagyit a kezéből, és agyonverték. Vagy tologatta valaki a babakocsit, és beledobtak egy könnygázgránátot. Vagy ment haza, és kilőtték a szemét. Vagy a legdurvább, hogy ült a kocsmában a barátaival, bejöttek a rendőrök, hát gondolták, hogy hát semmi, hát biztos valakit keresnek. Majd így kizavarták őket egyenként a kocsmából, végig gumibosztozták őket, majd az egyik fiúba hátulról, 1 méterről belelőttek 13 gumilövedéket, úgyhogy így tiszta golyó nyoma a háta. Tehát, hogy olyan dolgok történtek, amiket egyszerűen nem lehet elképzelni. Szerintem Európában ilyen nem volt. Úgyhogy ez a film ez kifejezetten az áldozatokra koncentrál, és egyébként nem csak a civil áldozatokra, hanem a rendőr áldozatokra is, mert az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a tévészékháznál tényleg volt sok rendőrsérült, azért sokkal több civil sérült volt, mint rendőrsérült, de tényleg a tévészékháznál volt rendőrsérült, de az is kérdés, hogy azt miért hagyták, vagy azt kihagyta. Tehát mi nem akarunk összeesküvés elméleteket gyártani, és azt nem is fogunk, mi csak fölteszük a kérdéseket, hogy ott volt, én magam itt voltam, és egyszerűen érthetetlen volt például az, hogy itt álltunk, és akkor a Toroczkai László bejelentette, hogy ő át fog vinni egy petíciót a tévébe, és hogyha nem veszik át a petíciót, akkor visszajön,
és akkor majd megkéri a tömeget, hogy vonuljon át. És ezt ő így megcsinált, hogy oda sétált, vártunk, visszasétált. Tehát a rendőrök itt már egy órája tudták, hogy majd vissza fog jönni a Toroszkai László, és a tömeg el fog indulni. Addig, bármikor ilyen tüntetés volt, mondom, gyakorlatilag minden tüntetésen ott voltam videózni, ha elindult a tömeg, ott mindig megállt egy rendőrsörfal, és megállította a tömeget. Itt meg így mentünk, itt nem is értettük, hogy most hol van a rendőrség, de tényleg, és így átsétáltunk a tévészékházhoz, és nem volt még ott se, tehát akkor még nem volt ott rendőr se. És annyi volt, hogy igazából a tömeg ilyen belőlem, meg ilyen fiatalokból állt, és mi nem voltunk egyáltalán erőszakosak, aztán megjelent egy ilyen foci huligán csapat, és akkor ők elkezdtek dobálózni, majd megjelent pár rendőr, de azok se, tehát voltak ugye ezek a nagy droidok, nem ez a hivatalos nevük, hanem nem tudom, készenléti rendőrség, de szóval voltak a nagy droidok, de nem azok jöttek, hanem ilyen lányok, fiúk, ilyen teljesen esetlen, alig volt felszerelésük, valami pajzsuk talán, de az se volt mindenkinek, és akkor azok ott megálltak úgy a bejárat előtt, de úgy, hogy el voltak vágva a többiek, tehát az ilyen alap, hogy körbeveszel valamit, vagy nem tudom, és akkor azokat ott összeverték, kijöttek, megint egy csapat bement, hogy összeverjük őket, szóval én nem vagyok, sose voltam katona, vagy nem tudom, de teljes abszurditásnak tűnt, hogy itt nincs egy parancsnok, vagy tehát, hogy ez ki vezeti. Ugye azt mondják, hogy azért volt annyi civil áldozat, mert hogy a rendőrök revansot akartak venni emiatt, hogy ott a rendőrszékháznál lett sok sebesült, meg hogy elvesztették a csatát, úgymond. De ugyanakkor meg hát ilyen nincs, tehát most nincs olyan, hogy revansot akar, érted, most mit tudom én, most vannak a foci meccsek, és akkor véletlenül az egyik foci meccsen, nem tudom, az egyik szurkoló csapatnak sikerül leütni egy rendőrt, akkor nem függeszthetik fel a jogállamot, és amíg minden szurkolót agyon nem vertek, addig kihagyjuk a jogállamot, és akkor utána meg folytatjuk, mert revansot veszünk. Szóval ez nem így működik, hogy egy komplett rendőrség revansot vesz. Hát azt látszott is, hogy ugye rögtön, tehát ott a tévészékháznál még kevés civil sérült volt, de ugye másnap kezdték el a kifejezetten ilyen embervadászatot. Mondom, tényleg valószínűleg kifejezetten akárki gyűjtöttek be, és általában egyébként nem azokat, akiket nehéz volt, szóval akik dobáltak, hanem tényleg ott, aki ott sétál, és akkor az beviszik, mert olyan mennyiségre mentek, hogy akkor ők itt a randalírozó embereket, ők most begyűjtik, és akkor mennyiségre mentek, és teljesen mindegy volt, hogy az kicsoda, és az bármit csinálta. Úgyhogy tényleg teljesen abszurd. Én magam, aki ismertem a történeteket, most így vagy így meghallgatom, nem hiszem el tényleg. És azt gondolom, hogy tehát az egész film is ilyen lesz, hogy az lesz a vége, hogy mindenki így néz, hogy ilyen. De nem csak Magyarországon, egyébként foglalkozott vele akkor is az ENSZ kínzás elleni bizottsága, meg egyébként minden jogvédő szervezet, a Helsinki Bizottságtól a TASZ-on keresztül a nemzeti jogvédőkig, minden újságíró, főleg az Index nagyon komolyan foglalkozott vele, de hát persze a jobbos médiák is. Tehát azért ez egy olyan téma volt szerencsére, ahol azért aki ember volt, vagy nem tudom. Egyébként egy kicsit abban hasonlít a koronavírusra, hogy addig akkor kezdtük el komolyan venni, amikor lett olyan ismerősünk, akinek baja lett. Na, ugyanez volt, hogy egy ideig mindenki azt mondta, hogy ó, ez csak meg biztos csak az, aki dobált, meg nem tudom. Aztán amikor az Indexes újságírót is összeverték, meg a külföldit, meg a nem tudom kicsodát, akkor jöttek rá, hogy hoppá, ez ennek felesett rév, az a tényleg itt embereket kínoznak, meg vernek össze az utcán. De olyanokat képzeld el, hogy például két lány, teljesen fiatal, 20 éves, ilyen platina szőke két lány ment haza buliból. És akkor ők jöttek a rendőrök, beugrottak egy kapuajban, mert ugye persze hát megijedtek, hogy jöttek szembe a rendőrök, és azokat úgy összeverték, hogy így betört a koponyája, meg nem tudom mi, majd a rádió székházába vitték, és a hajánál fogva áthúzták két utcányit a földön fekvő lányt. Tehát hogy nem is az, hogy egyszer, nem tudom, összeverték, hanem
Utána egy olyan folyamatos kínzásnak vetették alá ezeket az embereket. És neked milyen érzés ezeket a történeteket most hallgatni, meg összegyűjteni? Hát... nem tudom, olyan jó lett, már nem ilyenekkel foglalkozik. Pont tegnap este használhatom, nyűldöznek a rendőrök. Tehát én ezekben így nagyon beleélem magam sajnos, és meg tényleg azért, tehát nem értem. Nem értem. Tehát, hogy az a rendőr is, aki ezt elkövet, aki mondjuk azt a lányt húzta aján elfogva, az egy ember, nem? Tehát, hogy ő mit gondolt? Mert ha az se, nyilván nem szép, ha megveri azt, aki mondjuk kövel dobálta, de ott még valahogy az ember úgy érti. Vagy nem tudom, valamit el tud képzelni, hogy bosszú vágy, vagy nem tudom. Tehát az a lány, hát biztos, tehát biztosan tudja, hogy az nem csinált semmit, vagy nem is tud fizikailag se, és akkor mégis ott kínozza. Sőt, olyan felszólítást adtak a rendőröknek, hogy a megkötözött embernek valamiért próbálják meg eltörni, és akkor van ilyen jelenet, hogy próbálják eltörni az ujját a megkötözött földön fekvő emberek, de nem sikerül, és akkor ott üvöltöznek vele, mert nem tudják eltörni. Tehát direkt erre mentek rá, hogy akit már megkötöztek, meg megvertek, annak még valamiért törjön el. Parancsnokok, ugye szolgálunk és védünk. De tehát azt egyébként látom, hogy és azért is van értelme most 15 év után is ezzel foglalkozni, mert azért vannak olyan, most bejelentkeztek olyan rendőrök, akik ott voltak, és nem bírta a lelkiismeretük, és beszélnek róla, ez is újdonság szerintem. A másik meg, hogy az áldozatok közül is van olyan, aki eddig vállalta, és most már nem, mert új élete van, de van sok, aki meg eddig nem mert róla beszélni, és most már mer. Torockai László nevét már említetted, de talán sétáljunk át a térre, és akkor beszéljünk még az ilyen kulcs szereplőkről. Ugye most valamilyen párhuzamot keresve a jelenlegi politikai légkör is elég kiélezett. Látsz a kettő között hasonlóságot, vagy? Ja, nem. Tehát, hogy... tehát egyébként beszélünk, hogy mi az a botrány, amire ugye az emberek tényleg már azt mondják, hogy na eddig és ne tovább. Ugye itt tehát az első sok az ugye az volt, hogy azt mondta a miniszterelnökünk, hogy kurva ország, meg hogy hazudott éjjel-nappal, meg ilyenek. Tehát amikor én ezt meghallgattam a rádióban, akkor én azt hittem, hogy az valami kamu. Hát, jó, nagyon jellegzetes hangja van a Gyurcsánynak, úgyhogy így ügyes kamunak tűn, de és akkor először így fölhívtuk egymást, hogy te hallottad, az igaz? Vagy, és akkor kiderült, hogy tényleg, mert ugye aztán így be is ismerte, hogy ő volt. És akkor azt gondoltuk, hogy jó, de hát akkor nyilván most ebben a percben lemond, és hát akkor viszontlátást, hogy ez az, ami... Hát ennél durvább dolgot nem lehet elképzelni, és akkor hogy belebukik. De utána ugye, ami történt, ezek a jogsértések, amikről meséltem, ezek a konkrét kínzások, meg minden. Tehát tényleg az volt a lényeg, hogy az ember azt gondolta, hogy... Meg minden áldozat ezt mondja, hogy amikor történt vele, mondjuk verték a rendőrök, akkor azt gondolta, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez nem lett valóság. Tehát EU tagok voltunk már, EU tag európai országban, ilyen biztos, hogy nem történik meg, hogy a rendőr agyon ver, csak azért, mert sétálsz az utcán. És ugyanez volt az élménye, de képzeld el, hogy annyira egyébként, hogy nekem konkrétan a barátaim ültek abba a kocsmába, ahol összeverték őket, meg belelőttek a hátába, és nem mertek elmenni ezek az emberek kórházba, mert a kórházba bementek a rendőrök, és a kórházból elvitték az embereket fogdába, meg nem tudom hova, meg még bántalmazták őket. Úgyhogy például az én barátaim fölhívtak, hogy nem tudok-e orvos, mert az egyiknek a szemét ütötték meg, úgyhogy tiszta vér volt a szeme, úgy volt, hogy megvakul, a másikban meg ezt belelőttek, hogy nem tudok-e valami orvost, aki titokban meg tudja nézni. És mindegyik titokban ment el orvos, aztán nem mert mentőt hívni, vagy nem tudom mi. És egyébként ezért is úszták meg, mert emiatt ők végül is, mert aki megsebesült, arról kitalálták, hogy az randalírozó, és az ellen eljárás indult hivatalos személy ellen elkövetett erőszakért, ami több éves bűncselekmény, úgyhogy ez el kell titkolnod, hogyha megsebesültél. Szokták azt mondani, hogy a egymást követő generációknak az alkarcsontja
az nagyobb elváltozást mutat, mint a politikai orientációjuk. Szerinted, aki megélte 2006-ot, az most tud egy olyan koalícióra szavazni, ami mögött elég komoly mozgatórugót jelent Gyurcsány Ferenc, vagy legalábbis a személye mindenképp jelen van? Hát ugye a tények azt mutatják, hogy elvileg tényező, komolyan veszik, megmer jelenni. Ugye közvetlenül ott a választások után nagyon sok időre eltűnt, és ha valahol valamilyen tüntetéssel megjelent, akkor mindenki tiltakozott, hogy ne menjen oda politikus, meg ne jelenjen meg Gyurcsány Ferenc, meg van ez a kifejezés, hogy összegyurcsányozottam, ugye például Puzsér szokta mondani, hogy én még nem gyurcsányozottam, hogy összegyurcsányozottam. Szóval nagyon sokáig, nagyon sokunknak a Gyurcsány volt maga a patás ördög, de nem azért, mert nem szimpatikus, vagy nem tudom, hanem egész egyszerűen ezek miatt, a dolgok miatt, amiket elmondtam, tehát mi ezeket tudtuk, hogy hány ember kínoztak meg, meg egyébként meg, amit a gazdasággal tett, tehát egyébként még úgy mellesleg tönkre is tette az országot gazdaságilag, tehát azért ezek mind olyan bűnök, hogy jó lenne, ha börtönbe ülne, hát sajnos nem ül börtönbe, ez egy probléma, de az, hogy mindezek után létezik olyan ember, aki rászavaz, hát vannak ilyen nagyon érdekes dolgok, tehát nekem például egy kollégám, aki abszolút nagyon radikális figura volt, jobbikos, stb., és akkor most Gyurcsányné mellett szerepel egy plakáton, ez nekem ilyen felfoghatatlan, hogy az hogy tud megtörténni, akárhogy utálja valaki Orbán Viktort, akkor se tudom elképzelni, hogy tud valaki Gyurcsányra vagy Gyurcsánynak a feleségére szavazni. Szokták mondani, hogy a győzelmet nem kell, a bukást meg nem lehet megmagyarázni, és talán ezt egy kicsit felülírta Gyurcsány Ferencet, valamit nagyon jól tud, az biztos. Szerinted miben rejlik az ő sikere, vagy legalábbis az, hogy most újra vissza tudott lépni így valamennyire a politikai légkörbe? Hát egyébként, amiről a legelején beszélgettünk, hogy ma már, hogyha egy újságíró vagy egy dokumentumfilmes, akkor így nagyon bátornak kell lenned, meg az arcodat adnod, meg a teljes személyiségedet bele kell adnod, meg ki kell állnod, meg ilyen videókba szerepelned. Ha ezt nem vállalod be, szerénységből, típusodnál, stb., akkor nem tudsz érvényesülni, nem tudsz látszani a nagy zajba. És mondjuk Gyurcsánynál is egyrészt, tehát nagyon erős benne ugye ez a magamutogatási szándék, ami ma egy előny, és egyébként jól is tud szerepelni, tehát hogy ha megnézed a szónoklatait, akkor egy, mint szónoklat, az egy elég hatásos, érzelmes a többi szónoklat. Az más kérdés, hogy a cselekedetek, meg a tudás, ami mögötte van, az katasztrófa, de egyébként egy ilyen figura, aki így adja magát, és nincsenek erkölcsi aggája egyébként. Tehát ez is egy nagyon érdekes, hogy ha nem is csukják le börtön, hogy neki nincs olyan belső iránytűje, vagy erkölcsérzéke, hogy ismerve, mert hát ismeri ezeket a történeteket, azt mondja, hogy bocsánat, akkor én elmegyek jó könyveket írni, amit ő egyszer mondott, mert ez a logikus, hogy akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ez sikerült, de nem, benne van egy ilyen, gondolom, kihívás, egyszer élünk, még egyszer megpróbálja, ő ráér. Nem tudom, hogy őt mi motiválhatja, de az tény, hogy egy karakter, és kevés karakter van a politikai szintéren. Most egyébként itt, amit végig sétáltunk útvonal, ezt hát gondolom, egyébként is sokszor végig sétáltad, de 2006-ban is mindenképp, és akkor Torockai László vezetésével? Hát igazából igen, tehát ugye a Torockai ott mondta, hogy áthozza ezt a petíciót, akkor áthozta, akkor itt próbáltak, ott azt nem láttuk csak utólag a tévében, hogy próbáltad beadni a tévébe, és akkor kérte, hogy olvassák be, akkor nem olvasták, akkor visszasétált, akkor fölment a színpadra, és akkor mondta, hogy na nem engedtek be, akkor menjünk át mind, és akkor így szépen ide sétáltunk, és így ott ugyanígy nézett ki, tehát nem volt ott semmi, se rendőr, senki. És ott ácsorogtunk, ugye itt van e mögött a vörös csillag. Én azt ugye Budaházi György, itt volt, ők oda fölmásztak, és azt leverték. Az nekem nagyon nagy élmény volt, mert ez mindig is nagyon szúrta a szememet. Hát még most is ugye ez rá van írva, hogy felszabadító szovjet hősi emlékmű.
Úgyhogy ilyen kis érdekes dolgok történtek, és akkor közben meg tényleg megjelentek ilyen foci huligánok, akiken volt ilyen maszk, meg mindenféle, és akkor szedték föl az utcaköveket, meg mindenki dobált, mármint nem mindenki, nem főleg ők ott elő, és akkor volt hátul egy ilyen csendes többség, vagy nem tudom, és akkor mi meg ott így néztük, hogy mi történik, és kicsit féltünk, ugye volt egy ilyen vízágyú, ami jött, és akkor az elakadt, akkor szerencsére annak kimentették a sofőrjét. Meg, azt a vízágyú kapcsán felgyújtási kísérletek is volt, úgyhogy még benne ültek a rendőrök, azt hiszem, volt egy talán Index tudósított akkor onnan. Igen. Tehát durva volt, tehát a rendőrök között is egy csomót tényleg megvertek meg, tehát félelmetes volt abszolút. Nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. Hát láttuk aztán, hogy bejutottak, de ilyen... Nekem itt volt a kis unokatesóm, nálam 10 éve fiatalabb kis hát lány, hát, és akkor ő neki fogtam a kezét, mert maradni is akar, de én meg nem akartam, hogy közelebb menjünk, tehát hogy így igazából rávigyáztam. Volt nálam egy zászló, egyébként pont most, amikor készítettem a filmet, találtam magamról ilyen felvételeket, tehát itt így toporogtunk, és így néztük, hogy mi van. De hát hihetetlen volt az egész, tényleg egy kicsit ilyen forradalom, vagy 56 hangulata volt. Aztán hát utána meg lett a böltje. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessétek a Facebook és Instagram oldalainkat.